Дуже важливо зберігати впевненість у відносинах з нашими партнерами, зокрема в Європейському Союзі. Oroszországnak éreznie kell, hogy Európa harcol területeinek egységéért és biztonságáért, jelentette ki csütörtök esti videózenetében Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök kiemelte, fontos, hogy megmaradjon a bizalom Kiev és a nyugati szövetségesei között. Zelenszky háláját fejezte ki az eddigi katonai, pénzügyi és politikai támogatásért. Az elnök megjegyezte, hogy az ukrajnai szociális rendszer teljes egészében a nyugati támogatásoknak köszönhető szöhetően tud működni, amiért a lakosságnak hálásnak kell lennie és elismernie a szövetségesek erőfeszítéseit. Ukrajna és szövetségeseinek bruttó hazai gazdasági terméke 21-szer nagyobb, mint Oroszországé és barátaié, jelentette ki Dmitro Kuleba egy interjúban. Az ukrán külügyminiszter kiemelte, ennek megfelelően a világnak elegendő erőforrása van Ukrajna győzelemhez segítésére. Dmitro Kuleba szerint a partnerek fő kategóriája azokból az országokból áll, amelyek katonailag támogatják Kievet. A külügyminiszter kiemelte, te. Ukrajna nem tagja a g 7 nek de a G7 mégis sokkal egységesebben segíti Ukrajnát érdekei védelmében, mint a BRICS tagországok az alapítók közé tartozó Oroszországot. Dmitro Kuleba szerint Ukrajna győzelme azoknak az országoknak a stratégiai érdeke, amelyek hisznek a világrendben és tudják, hogy a győzelem olcsóbb lesz, mint a vereség következményei. yeah Az Európai Unió hivatalosan is megkezdte az ukrán jogszabályok átvilágítását. Volodymyr Zelenszky üdvözölte a folyamatot, az ukrán elnök kiemelte, folytatódik Ukrajna EU-hoz való csatlakozásának alapos előkészítése. Volodymyr Zelenszky szerint ez a folyamat az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel kötött megállapodás eredménye. Az államfő kiemelte, hatalmas munka áll kievelőt, fontos feladat az ukrán szabályok uniós normákhoz való igazítása. Ukrajna legfontosabb külpolitikai célja az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve a teljes jogú NATO-tagság elérése. Felállították az Osztrovszki szélerőmű első turbináját alsó területén Lemberg és Kárpátalja határán. A turbina 120 méter magas, rotorátmérője 152 méter. A gyártó képviselői elmondták, hogy ez egy közepes nagyságú szerkezet. Ukrajnában ugyanis vannak ennél jóval nagyobbak is. A térségbe egy szélerőművet terveznek telepíteni, amely összesen 10 turbinából áll majd. Ezek egyessével kerülnek kihelyezésre, miután átestek a műszaki vizsgálatokon. Az erőmű termelési kapacitása 80 megawatt lesz. Idén 4 milliárd hrivnyát biztosít az állami költségvetés a fogyatékkal élők támogatására, többek között a protézis műtétekre, kerekesszékekre, ortopéd lábbelire és egyéb eszközökre, valamint a speciális igényűek szocializációját segítő programok megvalósítására. Ez 1 milliárddal több, mint tavaly. Minden fogyatékkal élő személy létrehozhatja a saját elektronikus fiókját a Szociálpolitikai Minisztérium honlapján, amely olyan funkciókat, lehetőségeket és programokat biztosít, amelyek az adott esetben hasznosak lehetnek. Jelenleg különös figyelmet fordítanak a hadseregben szolgálókra. Minden hazatérő honvédünknek, akinek szüksége van rehabilitációs eszközökre, vagy bármi másra, amit az alap támogat, tudnia kell, hogy elegendő van mindenből. Például 2023-ban mintegy 80 millió hrívnya összegben szereztek be eszközöket. Több mint 3000 embernek nyújt szolgáltatást az alap, a források rendelkezésre állnak, mert ezek a költségvetés védett pontjai. Az előző évhez képest, amikor több mint 3 milliárd állt rendelkezésre, idén több mint 4 milliárd trívnyát terveznek kiutalni az állami költségvetésből. A harcokban sérülést szenvedett katonákon kívül a speciális igényű személyeket is támogató a fogyatékkal élő személyek szociális védelmi alapja tavaly több mint tízezer személynek biztosított rehabilitációs eszközöket, lábbelit és egyéb segédeszközöket körülbelül 80 millió hryvnya értékben. Protézisekre, ortopédiai termékekre tavaly 56 milliót, ortopéd lábbelire több mint 6 milliót közlekedési eszközöket, köszökre 12 milliót, mellprotézisre 2 millió krimját költöttünk. Az alapnál 40 olyan honvéd jelentkezett, akiknek protézis műtétre vagy más rehabilitációs eszközre volt szüksége. Az állam meghatározta ennek vagy annak a terméknek a keretköltségét, de a harci cselekmények részvevői számára az összeg meghaladhatja az ár háromszorosát, 200-800 ezer hrívnyát egy protézisért. 26 fő már megkapta a szükséges termékeket, a beszerzésüket és alkalmazásukat teljes mértékben finanszírozták. Az alap közel 100 mechanikai eszközöket gyártó vállalattal működik együtt, mindenki a saját belátása és az orvosa ajánlásai szerint választja ki az adott protézist. A gyártók ukránok, az alkatrészeket főként importálják, mert Ukrajnában nem gyártanak protézis és ortopédiai eszközökhöz szükséges alkatrészeket. Vállalkozásaink már a helyszínen igazítják azokat az adott személyhez. Mindenkihez egyéni megközelítés kell, mindenkinek megvannak a maga sajátosságai. A legegyszerűbben és leghatékonyabban az elektronikus fiók segítségével lehet tájékozódni az állam által biztosított lehetőségekről. A fogyatékkal élő személyek a szolgáltatásokat nyújtó központokon, a Szociális Védelmi Osztályon vagy az Alapkirendeltségében nyújthatják be dokumentumaikat. Mindent, amire egy testi fogyatékkal élő személynek szüksége van, az állam térítésmentesen biztosítja.